Munkácsi Sándor, tartalékos ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Heves megyei szervezetének elnöke ünnepi beszédében felidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, a Magyar Honvéd Hadsereg megalakulását, a hadi sikereket. A téli hadjáratban összekovácsolódott honvéd hadsereg felnőtt feladatához, és az 1849-es tavaszi hadjárat idején több csatában és ütközetben megverte a kontinens egyik legerősebb hadseregét, a császári hadsereget. Azt az ármádiát, amely évszázados tradíciókkal rendelkezett, szemben a honvéd hadsereggel, melynek szervezését alig egy esztendővel korábban, 170 évvel ezelőtt kezdték meg megszervezni. Egy új hadsereg született. Mint elhangzott, ezt a hadsereget csak külső orosz segítséggel sikerült legyőzni. Elrettentésül az osztrák császár 12 magyar tábornokot és egy ezredest a szabadságharcban játszott szerepük miatt 1849. október 6-án Aradon kivégeztetett. Köztük volt az egri születésű Lenkei János honvéd vezérőrnagy is. Elméje elborult, ezért az ítéletet nem hajtották végre. Arad várába halt meg, nem sokkal érte túl társait. Az egri Lenkei János általános iskola diákjainak műsora után a jelenlevő intézmények, szervezetek, pártok, iskolák képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit és virágait.